Pénteken várta az érdeklődőket a Kutatók éjszakája elnevezésű programsorozat a Nyíregyházi Egyetemen is. Teljes nevén az Európai Kutatók éjszakája minden évben szeptember utolsó péntekén látogatható. A kezdeményezés célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele a fiatalok számára. Európában 2005-ben indult, 2006 óta pedig Magyarországon is minden évben megrendezik ezt a nyílt napot. Kihívás, amit az E-generáció ad az oktatásban, és adottosabb a kutatásban is, hiszen egy teljesen másképp gondolkodó generációról beszélünk, akiknek a figyelmét talán sokkal nehezebb lekötni, még rövid időre is, mint a korábbi generációk figyelmét. Ezért is szeretnénk élményalapú programokat nyújtani a mai nap során, ezért is igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekbe be lehet kapcsolódni, interaktív módon lehet részeseivé válni az adott programnak, és valóban reményeink szerint sok fiatal fejében megfogalmazódik az a gondolat, hogy minimum felsőoktatási tanulmányokat fog folytatni, de aztán lehetőség szerint a kutatási területen is majd valamilyen munkát fog végezni. Számtalan olyan kutatás zajlik a Nyíregyházi Egyetemen is, amelyek a mindennapokról szólnak, és a tudományokat népszerűsítő fesztiválon nem feltétlenül a tudományosság, hanem a népszerűsítés nyelvén szólnak a közönségnek. Látjátok, ahol a meleg víz volt fölül, hogy gyakorlatilag alig van itt a határfelületnél van egy kis változás, viszont ahol megcseréltem, tehát fölül van a hideg víz, alul van a meleg víz, azt látjátok, már szinte összekeveredett. Kell a népszerűsíteni, mert nagyon sokan félnek a kémiától, van benne jogos dolog is, de egyébként az a tapasztalatunk, hogy alapvető kémiai ismeretek hiányában kezd valaki főzni, vagy mondjuk takarítani, és akkor csinálja a galibát magának, vagy még akár a szomszédoknak is. A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium tanulói visszajáró látogatók a Nyíregyházi Egyetemi programokon. Agárdi Sándor biológia környezettan földrajz szakos tanár volt az egyik kísérője az igen nagy létszámú 60 fős diák csoportnak. Nekem édesapám biológia tanár volt, ő hagyott bennem nagyon mély nyomokat, illetve nagyon jó pedagógusok oktattak engem is. Illetve ide jártam én is a Nyíregyházi Egyetemre, tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom. Az idei Kutatók éjszakája programsorozat megnyitóját követően zsúfolásig megtelt a kémiai előadóterem. A kisvárdai katolikus középiskola tanulói is elsőként ezen a programon vettek részt. Eddig nagyon szuper volt, nekem nagyon tetszettek, ilyen kísérleteket láthattam eddig, meg nagyon kíváncsi leszek a nap további részeire. És hova mész még? Ha jól emlékszem, egy szoció quiz, ez az egyiknek a neve. A másik pedig a mentőtiszt hallgatókkal ilyen beszélgetés, de nagyon sok más program is érdekelt, csak sajnos azok egy időben voltak. A több tucat előadás és bemutató foglalkozás érintette a természettudományokat, a műszaki, bölcsész és gazdaságtudományokat is, de egészségvédelemmel és sporttal kapcsolatos programok is szerepeltek a kínálatban.